Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Három hivatásról szeretnék röviden szólni, három fontos hivatásról. Az egyik azon emberek köre, akik a biztonságunkat garantálják, ilyenek a rendőrök, a katonák, akik szolgálják a közbiztonságot, az, hogy itt ma nyugodtan felszólalhatunk, és mindenki érheti nyilván a veszélyhelyzet adta keretek között is a hétköznapi életét. A másik ilyen fontos hivatás gyakorló köre azok a pedagógusok. Az óvónők, a tanítók, a tanárok bármilyen szinten is, de a gyermekeink felnevelésében vállalják az áldozatos munkát, és jelentős szerepet töltenek be abban a nagy célkitűzésben, hogy milyen lesz a jövő nemzedéke, milyen lesz a jövő Magyarországa. És a harmadik ilyen fontos hivatás az az ápolók, a gyógyítók, az orvosok hivatása. És valóban május 12-e, ahogy a mai felszólásom címének is ezt adtam, az ápolók nemzetközi napja. Ezért szerintem fontos, hogy bár elhangzott már jó néhány hozzászólás ezzel kapcsolatban az azonnali kérdések és válaszok órájában is, de szerintem fontos, hogy napirend után is megemlékezzünk és tiszteletünket fejezzük ki az ő hivatás gyakorlásuk iránt. Hogy vállalják azok az emberek, hogyha bajba kerülünk, ha betegek vagyunk, ha szeretteink betegekké válnak, ha az egészségünk megromlik, akkor képesek azzal a tudással bírni és rendelkezni, amivel a gyógyítás lehetőségét és esélyét hordozzák. Engedjék meg, hogy röviden szóljak azért a történetéről is, a történetiségéről is, hogy hogyan alakult ki az ápolók nemzetközi napja. 1853-ban és 56-ban, illetve hát három év alatt nagyon komoly háború dúlt, a krími háború, és Európa szinte valamennyi országát érintette, és nagyon-nagyon sok sebesültet látva egy brit ápolónő, bizonyos Florence Nightingale önkéntes ápolókat toborzott, és létrehozott egy ápolónő képző iskolát is. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen valóban látva a sebesülteket, a sérülteket, a bajba jutott embereket, katonákat és civileket, megpróbáltak segíteni, enyhíteni a fájdalmukat. Egy picit még korábbra visszamennék, 1550. május 25-én született Szent Kamil, akit apja egyébként katonának adott, és az oszmán-török hódításokkal szemben harcolt, sebesülés szenvedett, majd Rómában a Szent Jakab kórházba került. Egy apró kis sebbel került be, de aztán végül nem tudta elhagyni a kórházat, hiszen olyan mértékűvé változott a betegsége. Viszont ő maga rájött arra, hogy mennyire fontos a sebesülteknek az ellátása, mennyire fontos ez a tudás, amivel az ápolók, az orvosok már akkor is rendelkeztek, és ez a szándék, amivel az embereken, a bajba jutott embereken próbálnak segíteni. Ezért ő maga alapította meg a Betegeket Szolgálók Társaságát, ami egyébként a Vörös Keresztnek az elődjeként is nyilvántartható. 1746-ban avatták ezért a cselekedetért szenté. Egy nagyon szép és bölcs gondolatot is hátrahagyott a tevékenysége során, ez pedig így szól: jót gondolni, jót szólni, jót cselekedni. Az ember Isten irgalmából három dolog által a mennyországba juthat és kerülhet, és így lett ő a kórházak, a betegek és a haldoklók védőszentje. Egy következő történelmi lépcsőfok, egy következő ugrás, a Solferino-i csata 1859-ben zajlott, és Henri Dunant járt arra, aki látta a hihetetlen szenvedést, és gyakorlatilag néhány év múlva elindította a Vörös Kereszt alapjának a lerakását. 1863 óta számítjuk a Vörös Kereszt létezését, és tiszteletre méltó, hogy Magyarországon is elindult ez a folyamat, hiszen létrejött nem sokkal később a Magyar Vörös Kereszt is, és azóta pedig a rendszerváltás óta, meg nyilván egyházi vonal is nagyon-nagyon sok segélyszervezet, szeretett szolgálatot hoztak létre Magyarországon. Az Ökumenikus Segélyszervezet ugye 1991-ben, a Katolikus Caritas, a Baptista Szeretett Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, csak néhányat említsek, mind-mind kiváló munkát végeznek a rászoruló emberek irányába. Az ápolónői hivatás úgy fogalmazták meg annak idején: egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, és enyhíteni azt. Segíteni tehát a bajban, a veszélyhelyzetben, mint hogy ez mindig a történet folyamán, az emberiség ismert történetben mindig megmutatja azt, hogy ki milyen ember valójában.
aki képes arra, hogy hivatásszerűen és gyakorolja az, hogy a bajba jutottakon, a sebesülteken, a betegeken segít, az tiszteletre méltó hivatás űz és gyakorol. Ezért tisztelettel adózunk a Nemzetközi Ápolók Napja alkalmából előttük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő.